Sziasztok! Nagyon régen jelentkeztem videóval, több oka is van, leginkább az időhiány, de most megmutatom, hogy mi az, amit legutoljára tettem a háztartásom hulladék mentesítésében. Ritkán sminkelek, de azért az arctisztításra mindig szánok időt, ha nem is túl sokat, de azért a napi rutin az mindig megvan. Eddig az eldobható vattakorongokat használtam erre a célra, aztán jött egy kis frotírkendő, ami leváltotta az eldobható változatokat. Tulajdonképpen funkcionálisan nem volt vele semmi probléma, tökéletesen jól működött, ugyanúgy mostam a törölközőkkel, egyéb fehér ruhákkal együtt, mint korábban. Viszont egyre több olyan videót láttam, és egyre több olyan fotót láttam a Zero Waste vonalon, ahol különféle szebbnél szebb, mosható, textilből készült asszisztító kis fárnácskákat mutogattak. Úgy éreztem, hogy egyre jobban tetszik ez a dolog, és hát előttúrtam a textileimet, és kiválasztottam belőle kettő anyagot. Az egyik egy bambusz frotír textil, még a mosható pelenkás időszakból maradt meg, amikor vartam egy-két textilt. Nagyon szeretem, mert nagyon jó sejmes, puha, nagyon jó a nepszívó képessége. És hát a kis fárnácskát úgy gondoltam, hogy amit én elkészítek, annak a másik oldala egy igazán csajos textil legyen. Méghozzá egy pamut flanelt kerestem a textilek között. Ez is valamikor régen még a babás korszakból megmaradt kis darab. Úgy gondoltam, hogy ezek tökéletesek lesznek arra, hogy elkészítsem életem első asztisztító párnácskáit. A videón megmutatom, hogy mi volt a munka folyamata. A végeredmény minden esetre nekem nagyon szimpatikus, nagyon tetszik. Ilyen kis párnák készültek belőle. Elég sok, legalább egy 15 darab. Ebben a kis fa dobozkában tartom őket. Nagyon kényelmesen és klasszul bele tudom pakolni ebbe a dobozba. Ezeket használtam már őket, szeretem is nagyon. Mutatok olyat, amit már jó párszor kimostam. Egy picit megfakult a színe, talán látszik a képen. Picit nyúzottabbá vált, ha lehet így fogalmazni. De összességében ez egy eredeti, és ez meg a használt. Összességében tökéletesen funkcionál. A párnácskák elkészítése első lépésként abból állt, hogy a textileimet kimértem. A kiválasztott méretnek megfelelően vonalzóval egyforma négyszöveket vágtam belőlük. Színüket befelé forgatva összevartam őket. Thank you.
majd kifordítottam, és visszahajtva letűztem a szélét. Úgy gondoltam, hogy körbe fogom tűzni mind a négy oldalát, hiszen sokkal stabilabbnak éreztem ezáltal. És ahogy nézegettem a kis párnácskáimat, úgy éreztem, hogy még hiányzik róla valami, hát keresztben még kapott egy tűzést, egy steppelést, és ezáltal még stabilabbnak és tartósabbnak gondolom. Eddig nagyon bevált, nagyon egyszerű volt elkészíteni, igaz, szükség van hozzá egy varrógépre, és egy kis bátorságra. Hogy miért négyszögletes, egyébként az is egy érdekes történet. Amiket én láttam, képeket, otthon elkészített, illetve boltokban megvásárolható kis textil párnácskákról, ilyen asszisztító párnácskákról, én mindig korongokat láttam, korongformájukat, így is nevezik őket, hogy asszisztító korongok, mosható textil asszisztító korongok. Én azt gondolom, hogy egy zero waste, egy hulladék nélküli háztartás nem csak arról kell szóljon, hogy most mindig mosható vagy nem eldobható eszközöket használok, hanem arról is, hogy amikor azt az eszközt én elkészítem, hogyha otthon készítem el, vagy akár megvásárolom, akkor az eszköz elkészítéssel együtt járulékos hulladék is minimális legyen. Most értelemszerűen akkor nem korongokat készítettem ebből adódóan, hanem kis négyszögletes lapokat. Funkcionálisan ugyanolyan jól működik, nem látom okát annak, hogy mindenképpen korongformájúnak kéne, hogy legyen egy ilyen asszisztító párna, és a hulladékom az gyakorlatilag egy maroknyi sem volt, ami a varrásra keletkezett, inkább a cérna maradványok, illetve hogy a maradék textil egyenesre kellett, hogy vágjam, és ebből adódott még valamennyi textil hulladékom. Azt azért elmondanám, hogy az a textil hulladék, ami így lehullott, mivel az egyik fele a párnácskának bambuszból van, bambuszfrotér, a másik pedig 100%-os pamut, ezért apróra földarabolva a komposztálóba tudtam dobni. A cérnát nem, mert műszálas tartalmú cérnát használtam, az volt itthon, úgyhogy ezt használtam föl, de a textil darabokat bátran be lehet dobni a komposztálóba. Remélem tetszett nektek is a videó, és kedvet kaptok ti is ahhoz, hogy szabadidőtökben hasonló kreatív dolgokat készítsetek otthon, hiszen nem egy bonyolult dolog, nem egy ördöngösség, és rögtön megspóroltál vele egy rakás pénzt, amit kiadsz a bolti asszisztító párnákra, akár eldobható, akár mosható. Természetesen, hogyha nincsen lehetőséged varni, akkor is mindenképpen érdemes a mosható változatokat választani, hogyha a hulladék csökkent, a háztartási hulladék csökkentése és a környezet tudatosság az fontos szempont nálatok is. Legyen szép napotok, nem sokára találkozunk. Sziasztok!